A tradícióknak megfelelően, és mert a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, a Hajdúszoboszlói Sportegyesület ezen a nyáron is széles palettán kínálja a táborozási lehetőségeket az általános iskolába járó diákok részére 10 héten keresztül. Kánikula, szünidő, szabadság. Mi lenne ennél jobb a nyár kezdetre? A Hajdúszoboszlói Sportegyesület már évek óta széles palettával készül nyaranta a diákok idejének értékes, aktív lekötésére. A szezonálisan inaktív, vagy nyáron kevésbé aktív COVID-19 most is lehetővé teszi a gyerekek, na és a szülők számára egy kis fellélegzés lehetőségét. 3 évvel ezelőtt kezdtük el azt, hogy legyenek nyári táborai az Egyesületnek, szervezetten, ne csak egy-egy héten, hanem minden, a nyári szünet minden hetében. Ez most igazából úgy jön össze, hogy 10 hét alatt lesz, és 10 hétig folyamatosan lesz tábor. Itt bemutatkozik a lövészet, bemutatkozik a vívás, bemutatkozik az ökölvívás, bemutatkoznak a táncos egyesületi programok, és ezen kívül a gyerekek biciklitúrákon vesznek részt, ezen kívül játszhatnak elektronikus játékokon, és túraútvonalakra mennek. Azt gondolom, hogy olyan szórakozást tudunk biztosítani, melyben a szülők is úgy érezhetik jól magukat, hogy biztonságban van a gyerekük, mert reggel 8-tól délután 4-ig még a munkaidő van, addig mi felügyeletet biztosítunk, és tudják, hogy a gyermek jó helyen van, mert sportol, és biztonságban érezheti magát, általában jól szokott sikerülni. Ugye a járványügyi szabályokat most már 2 éve folyamatosan betartjuk, és azt szerint alakítjuk ki a csoportokat is, hogy be legyenek tartva azok a kritériumok, amelyeket előír a szakhatóság, és a gyerekek is jól szokták érezni magukat. Hol, hogyan tájékozódhatnak és hogyan tudnak jelentkezni majd ezekre a táborokra az érdeklődők? Ugye a plakátunk már az most fent van a Hajdúszoboszlói Sportegyesület Facebook oldalán is. Ezen kívül ott van egy telefonszám, a kolléganőnk 024-ben felveszi ugye a telefont, mert mindig nála van, felírja, és ott lehet jelentkezni a hetekre. A heteknél már most be vannak osztva a szakedzők is, minden héten egy szakedző valamelyik sportágból van, így van olyan, hogy kézilabda szakedző van olyan, hogy labdarúgó szakedző van, azokról is lehet érdeklődni, hogy melyik héten melyik edző kolléga vesz részt a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy nagyon szép számmal már most is jelentkeznek, de az elkövetkező hetekben még többen várhatóak, és megpróbáltunk egy olyan összeget is kialkudni, mellyel azt gondoljuk, hogy még elviselhető árban lehet biztosítani ezt az 5 napos foglalkozásokat a gyerekek számára. Milyen korosztály jelentkezhet óvodától iskola felső tagozatáig? Igen, óvodától iskola felső tagozatáig lehet jelentkezni, ahogy elmondta. Mi ezt mindig úgy szoktuk megoldani, hogy megnézzük, hogy melyik héten miből van több, és akkor azt szerint szoktuk a programokat kialakítani. De ezt nem úgy kell gondolni, hogy ha most egy 12 éves jön, és csak 6 évesekkel vannak, akkor csak 6 éveseknek lesznek programok, hanem neki olyan programokat fogunk kialakítani, mert ugye a szakedzőn kívül még egy kollega is részt vesz a táborban, mint felügyelő, és akkor ő olyan programokat alakít ki annak a nagyobb gyermeknek, amit ő is élvez, és ő is szeretni fog, de azt szerint a haladunk, amilyen korosztály jön, de mindenképpen nyitottak vagyunk az óvodástól a nagy iskolásig, a felső tagozatosig. Van-e létszámstopp, illetve hát hányan jelentkezhetnek egy csoportba, van, aki kívül maradhat? Igen, a tavalyi évben is egy 20 fős létszámot határoztunk meg, akkor ugye a járványügyi szabályok ezt a számot határozták, vagy adták meg. Most is azon gondolkodunk, hogy ezt nem szeretnénk átlépni, mert azt gondoljuk, hogy ez egy belátható, és az alapján tartható a gyermekek számára is az, hogy egymással is jól érezzék magukat, és ne legyenek olyan sokan, hogy a felügyelők is el tudják látni a feladatukat. Azt gondolom, hogy ez a 20 fős létszám lesz egy-egy táborban a maximális létszám, amit vállalunk. Tavaly is volt már olyan, hogy éppen azon a héten nem volt már a 20 főbe hely. Nos, hogy mikortól és melyik táborba várják a gyerekeket, Markovics Andrea, az Egyesület új sajtóreferense mondta el kérdésünkre. Június 21-től augusztus 26-ig tartanak. Több tematikával készülünk, az edzőink már nagyon készülnek a gyermekek érkezésére. Június 21-től július 5-ig felváltva focitábor, kézilabdatábor, mindenféle sporttal készülünk. A július 5-i hét lesz a vívótábor, amikor kifejezetten vívó edzéseket láthatunk, és a gyerekek kipróbálhatják az összes vívó eszközt. A honvédelmi táborunk is megrendezésre kerül, amely július 26-ai héten lesz. Ez egy rendkívüli tábor lesz, a gyerekek nagyon szeretik. Minden reggel arcfestéssel felkerül a katonai
jelzés rájuk, és onnantól kezdve egész nap katonásat fognak játszani, jönni fog igazi katona, aki elmeséli, hogy milyen volt és milyen az igazi katonai élet, valamint számháborúval készülünk nekik, és még néhány aprósággal, ami majd meglepetés lesz nekik.